fenntartható fejlődés, a jövőtudatosság, az életmód, a szemléletformálás, a környezetvédelem, a környezettudatosság. A fesztivál megálmodója és ötletgazdája az Urák Csaba. A kommunikációs szakember úgy véli, ha ma már szinte mindennek lehet fesztiválja, akkor miért ne lehetne egy olyan rendezvényt életre hívni, mely szemléletformáló erővel bírhat. Megpróbáljuk azt elindítani, hogy változzon a szemlélet. Változzon a szemlélet a jövőnkkel kapcsolatban, a gyerekeinkkel kapcsolatban, a környezetünkkel kapcsolatban, és ez egy kísérlet, úgy fogalmaztam itt a sajtótájékoztatón, tehát kísérletet teszünk arra, hogy lehet-e szórakoztató formában beszélni, szerintem a legfontosabb dologról, ami ma csak előfordulhat, mégpedig arról, hogy hogyan tovább. A fesztivált május 18-a és 20-a között rendezik. A programok több helyszínen zajlanak majd. Koncertek, kávéházi beszélgetés, színpadi előadások színesítik a környezetudatosságra nevelő repertoárt. Szerettünk volna azt, hogyha egyrészt eljönnek az emberek. Ez egy nagyon fontos dolog. Másrészt, hogyha eljönnek és valamiféle pozitív gondolattal, akár csak egyetlen egy gondolattal, egy elgondolkodással menjenek haza a rendezvényről. Azzal is tisztában vagyunk, hogy ezt valami módon be kell csomagolni, és erre úgy gondoltuk, hogy a fesztivál köntös a legjobb. Székesfehérvár városvezetése örömmel fogadta az ötletet. Ez az első nagyobb tavaszi fesztivál itt a városban, maga nemében pedig egyedi, hiszen ilyen tematikájú nagy fesztivál az országban máshol nincs. De bízunk abban, hogy ez az első, nem az utolsó, hanem jövő évben újra megrendezésre kerülhet ez a magánkezdeményezés. A belvárosi programokon csaknem 100 kiállító vesz majd részt. Biopiac, tudományos beszélgetések és interaktív játékok várják az érdeklődőket. A kilátogatók a televízióból már jól ismert emberekkel vitathatják meg például a felelős gyermeknevelés alapjait is.